Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ahol ismét hasznos és közérdekű információval látjuk el nézőinket. Mai adásunkban a nyugdíjról és annak legfontosabb aktualitásairól beszélgetek vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban dr. Farkas Andrást, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük, csókolom, és nagyon szívesen. Kérem, a beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy pontosan mi is az öregségi nyugdíj, kiknek jár és mióta van ez érvényben. Magyarországon 1927 óta működik a nyugdíjrendszer, tehát nem annyira idős jogintézményről van szó. A II. Világháborúig egy tőkefedezeti alapon működő munkanyugdíjrendszer alakult ki. Sajnos a világháború elfújta a tartalékokat, úgyhogy átálltunk egy folyófinanszírozású, felosztó, kirovó rendszerű nyugdíjrendszerre 46-tól. Ma is ugyanilyen alapokon működik még a nyugdíjrendszer. A lényeg, annak jár nyugdíj, aki megszolgálta a nyugdíjat, tehát ez nem egy szociális segély, hanem egy munkával megszolgált időskorú járadék, amit jellemzően a nyugdíjkorhatár betöltésével lehet igénybe venni. Férfiaknak van egy rossz hírem, ők kizárólag akkor vehetik igénybe, ha betöltik a nyugdíjkorhatárt, ami egyébként 2022-től 65 évre nő, tehát minden olyan ember Magyarországon, aki 1957. január 1-én vagy azt követően született, ő már csak 65 éves korában mehet nyugdíjba, kivéve a hölgyeket, mert jövőre is természetesen marad még a nők kedvezményes nyugdíja, aminek az a lényege, hogy a korhatár betöltése előtt is igénybe veheti az a hölgy, aki legalább 40 év jogosító időt szerzett. Tehát maga a nyugdíj az akkor jár, hogyha megszereztük az erre való jogosultságot, azt meg azzal lehet megszerezni, hogyha dolgozunk, vagy hogyha olyan időtartamokat szerzünk, amit egyébként elismer a nyugdíjtörvény biztosítási időként. Ilyen például a hölgyeknél a gyermekneveléssel kapcsolatos mindenféle ellátás folyósítási tartama, vagy a férfiaknál régen ugye a kötelező katonai szolgálat időtartama. Említette a nyugdíjkorhatárt a férfiak és a nők esetében is. Ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor mi alapján van az emelkedés, erre miért szükség lett ennek? Hát sok oka van, de az elsődleges oka az, hogy emelkedik a várható élettartam. Hála Istennek egyébként, tehát ezt még a pandémia sem tudta gyökeresen megváltoztatni. A születéskor várható élettartam az 1900-ban még csak 46 év volt, egységesen férfiakra, nőkre, akkor még nem volt külön mérve ez a születéskor várható élettartam. Tehát a 46 évről most fölnőttünk, a férfiaknál is 72 év, a hölgyeknél meg 79 év, tehát látszik, hogy nagyon gyorsan és szinte exponenciális mértékben nő a születéskor várható élettartam. Ezt követni kell valamilyen módon a nyugdíjrendszernek is, hiszen a nyugdíjrendszer esetén a fenntarthatósága miatt figyelni kell arra, hogy az ember azért az életének ne a felét töltse el nyugdíjasként, hanem csak egy meghatározott részét, és ezt követi a nyugdíjkorhatár emelése, ez biztos. Biztosítási matematikusok, statisztikusok, demográfusok folyamatosan ellenőrzik és számolják. Ezért történt az, hogy nálunk az utóbbi 10 évben 62 évről 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt. Most egyelőre nem kell tartani attól, hogy tovább emelkedne. Körülbelül egy ilyen 15-20 évig most egy nyugodt időszak jön. Ha csak nem történik valami elképesztően nagy fejlemény, például, hogy a nagyon hosszú életet biztosító gyógyszereket felfedezik, mert erre is van esély. Tehát az öregség, az öregedés folyamatát magát, azt éppen néhány évvel ezelőtt minősítették betegségnek. Tehát ez azért volt erre szükség, hogy az öregedés lassítását kutató gyógyszerek kísérleteire kapjanak elegendő kutatási pénzt. Úgy néz ki, hogy talán lassítható az öregedés folyamata, ennek az lesz a következménye, hogy még hosszabb ideig élhetünk, és ha még hosszabb ideig élhetünk, akkor nyilván majd a nyugdíjkorhatárhoz is hozzá kell nyúlni. Hogyha definiálni kéne, hogy Magyarországon kinek jár most teljes, illetve résznyugdíj, akkor arra mit mondhatnánk? Nagyon egyszerű, gyakorlatilag mindenki teljes nyugdíjat kap, mert a résznyugdíj az egy régi indoklása volt ennek, amikor nagyon sok ember dolgozott még a mezőgazdaságban, és iszonyúan rövid szolgálati időket szereztek, akkor megpróbáltak behozni egy olyan nyugdíjfajtát, ami a nagyon rövid szolgálati idővel rendelkező embereknek is biztosít valamilyen öregségi nyugdíjat, és akkor került be a törvényekbe, hogy a teljes nyugdíj az, akinek az jogosult arra, akinek legalább 20 év szolgálat,
szolgálati ideje van, és a résznyugdíjra az jogosult, akinek legalább 15 év, de nem 20 évnyi hosszú szolgálati ideje van, erre is van, ugyanúgy kell egyébként kiszámolni, mint a teljes jogú nyugdíjat, de ez gyakorlatilag ma már okafogyottá vált, mert a legalábbis a magyar nyugdíj megállapítás során az átlagosan olyan 38-39 év szolgálati idővel igénylik a nyugdíjukat az emberek, tehát olyan, hogy 12-13 éves szolgálati idő, ez ma már csak a nemzetközi nyugdíj megállapítás esetén fordul elő, amikor valaki több országba szerzett nyugdíjjogosultságot, például dolgozott Magyarországon mondjuk 10 évet, aztán Ausztriába 10 évet, aztán Németországba 20 évet, akkor neki lesz egy hosszú szolgálati ideje, de abból csak egy picike rész jut magyar részre. Tehát igazán a jelentősége ma már a résznyugdíjnak csak a nemzetközi nyugdíj megállapítás során van. Mi határozza meg azt, hogy kit milyen összegű nyugdíj illet meg? Ez nagyon bonyolult a magyar rendszerben. Alapvetően két dologtól függ a nyugdíj, hogy milyen hosszú szolgálati időt szereztünk, és a másik pedig az, hogy 1988 óta, tehát nem összességében, hanem 1988. január 1 óta a járulékalapot képező kereseteinkből kiszámított nettó életpálya átlagkeresetünk mekkora összegű. Ez nagyon bonyolult így még első hallásra is. A magyar nyugdíjképlet az annyit érdemes megjegyezni, hogy attól függ, hogy milyen hosszú a szolgálati időnk, meg hogy mennyi volt átlagosan a keresetünk most az elmúlt 33 évben már, hogyha idei nyugdíj megállapításról beszélünk. Van egy nagyon bonyolult számítási módszer, amivel ezt a bizonyos nettó havi életpálya átlag keresetet ki kell számítani. Ennek az a lényege, hogy minden egyes évre megnézzük, hogy az adott személy az mennyit keresett akkor, abból levonjuk a járuléktartalmat, levonjuk az adótartalmat, mert nettósítani kell a magyar nyugdíj számítás során az éves jövedelmeket, az adott évre vonatkozó értékkövetési szorzóval, amit szép magyar szóval a valorizációs szorzónak hívunk, azzal meg kell szorozni az adott évi nettósított keresetet, azzal fölhozzuk az összes keresetet, a minden évre külön-külön kiszámolt keresetet egy olyan összesíthető szintre, ami a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nemzetgazdasági nettó átlagkereseti szintjéhez van igazítva. Ezt az összes forintot ezt összeadjuk, majd elosztjuk azon napok számával, amikor a nyugdíjigénylő embernek 88-tól a nyugdíjigénylés napjáig volt neki bérezett napja, ez egy bizonyos osztószám, tehát így, ha az összesített nettósított kereseteket elosztjuk az osztószámmal, akkor kapunk egy napi átlagkeresetet, ezt meg kell szorozni 365-tel, el kell osztani 12-vel, remélhetőleg még nem vesztették el a kedves nézők a fonalat, így megkapjuk a havi nettó életpálya átlagkeresetet, ami ha 372.000 forintot meghaladná, most már egyre gyakrabban meghaladja, akkor úgynevezett degresszió alkalmazására is sor kerül, vagyis a 372.000 forint fölött van még két sáv, egyszer egy 50.000 forintnyi rész, aminek a 90%-át lehet figyelembe venni, majd azt követően 421.000 forinttól már csak az a fölötti rész 80%-át. Ezzel próbálja a nyugdíjrendszer egy kicsit szabályozni, hogy ne alakuljanak ki óriási nyugdíjvárományok ezzel a bizonyos degresszióval, de természetesen ma már nem olyan hatásos, mint amikor ezt kitalálták 2016-ban. Lényeg az, hogy ilyen bonyolult számítások után meg lesz ez a bizonyos nettó életpálya átlagkereset, és ezt kell megszorozni egy százalékos mértékben megadott szorzótényezővel, ami pedig attól függ, hogy egész életünk során, egész években mérve mennyi szolgálati időt szereztünk. Ezt a hölgyek fejből tudják Magyarországon mindenki, hogy a 40 éves jogosító idő, ez 80%-os nyugdíjszorzó tartozik, de a, mondjuk ez 40 év fölött minden egyes év plusz 2%-ot növel ezen a nyugdíjszorzón, így mondjuk aki 50 éven keresztül dolgozott, az érheti el a maximális 100%-os szorzó tényezőt. Ez esetben a kiszámított életpálya átlagkeresetével egyező lesz a nyugdíja, de jellemzően Magyarországon ez inkább ez a 80%-os átlagos szorzó az, ami érvényesül. Tehát amikor kiszámolták ezt a nettó életpálya átlagkeresetet, mondjuk kijön 300.000 forintra, és annak a 80%-a lesz majd a nyugdíja az adott illetőnek. Most már többször említettük a nyugdíj összegét, meg ezeket az általános számadatokat. Arra vonatkozóan van valami definíció vagy kijelentés, hogy most Magyarországon mekkora az átlag nyugdíj? Mit mondhatnánk a nézőinknek? Nem definíció, statisztikai adat. Tehát ugye az átlag nyugdíj azt jelenti, hogy összeadják az összes nyugdíjat és elosztják a nyugdíjasok számával. Ez adja meg forint összegben az átlag nyugdíjat. Ez most éppen 150.000 forint, egy picit több mint 150.000 forint. Most majd, ha jönnek a kiegészítő emelések, akkor 151.800 forintra fog emelkedni
lenni novemberben. A másik nagyon fontos mérőszám, amit a szakértői körökben jobban szeretünk alkalmazni, az úgynevezett medián nyugdíj, az egy helyzeti középérték, tehát hogyha sorba állítanánk a 2.053.000 öregségi nyugdíjas, akkor pont a fele ennél kevesebbet, a másik fele meg ennél többet kapna, ez most 130.000 forint. Tehát magyarán a nyugdíjasoknak a fele a 130.000 forintnál kicsivel kevesebbet, a másik fele meg kicsivel vagy sokkal többet kap, mint 130.000 forint. Kérem, kanyarodjunk át most a legújabb aktualitásra, hiszen novemberben esedékes a nyugdíjprémium. Erről mit tudhatunk, illetve kicsit ennek a hátteréről? A nyugdíjprémium az egy érdekes jogintézmény, azért került be a nyugdíjtörvénybe, hogy az előző 13. havi nyugdíj megszüntetését, amire 2009-ben került sor, hogy annak a keserű szájízét kicsit megédesítse. És a nyugdíjprémium nagyon sokáig ilyen bujkáló kis jelenség volt a nyugdíjtörvénybe, nem nagyon került sor a kifizetésére, mert a feltételek nem teljesültek, mert a minimális feltétele az, hogy legalább 3,5%-os legyen a gazdaság növekedése, amit ugye a hazai bruttó termékkel, ez a bizonyos GDP-vel mérünk. Ez a 3,5% nagyon sokáig ez egy elérhetetlen álomnak tűnt, aztán utána egyszer csak elindult ez a nyugdíjprémium fizetés, 2007-ben volt azt hiszem az első, de ezek pici összegek voltak, jellemzően ilyen 10 és 20 ezer forint között volt a nyugdíjprémium összege, még nem elértünk 2021-ig, és egyrészt a pandémia tavaly ugye nagyon bedöntötte a gazdaságot és lelassított minden folyamatot, emiatt a tavalyi alaphoz viszonyítva az idei visszapattanása a gazdaságnak az nagyon nagy mértékű. A jelek szerint ez 7,5%-ot is meghaladja ez a gazdasági növekedés, hiszen 7,5%-os gazdasági növekedés esetén lehet a törvényi maximumot kifizetni nyugdíjprémiumként, ami 80 ezer forint, és most éppen ez a 80 ezer forint fog érkezni a novemberi nyugdíj mellé, mégpedig egy hatalmas előny előnyként azzal, hogy nem függ a nyugdíj összegétől ez a prémium, tehát akinek ennél kisebb a nyugdíj összege, az is 80 ezer forintot kap, még akinek nagyobb a nyugdíj összege 80 ezer forintnál, az is 80 ezer forintot kap, tehát egységesen a 2.053.000 öregségi nyugdíjas, és még további 500.000 egyéb jogosult megkapja ezt a plusz nyugdíjprémiumot, vagy az egyéb ellátásoknak ezt úgy hívjuk, hogy egyszeri juttatás, és mondom, ez egy kettős pozitívuma az érintettek számára, mert egyrészt mindenkinek egységesen a törvényi maximum jár, másrészt pedig kiterjed ez nem csak a nyugdíjasokra, hanem egy csomó egyéb ellátottra, mint a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, és így tovább. Ráadásul az összes hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj árvaellátás, özvegyi járadék. Tehát lényegében két tucatnyi egyéb ellátás is az öregségi nyugdíjasok mellett jogosít a 13. A nyugdíjprémiumra. Mit jelent a visszamenő nyugdíjemelés, ezt miért vezették be, és erről mit tudhatunk? A nyugdíjtörvény az elrendeli a nyugdíjak évenkénti emelését, amire mindenképpen szükség van, különben nagyon gyorsan semmit se érnének a nyugdíjak, hiszen a pénz romlás ütemét követni kell, és a magyar nyugdíjtörvény az azt rendeli el, hogy minden év januárjában az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzésnek megfelelően kell emelni januárban a nyugdíjakat. Idén ez 3% volt januárban, nagyon gyorsan kiderül, már júniusban, hogy ez nem tartható ez a 3%, és a költségvetési törvényt is módosítani kellett egy magasabb értékre, 3,6%-ra, ezért idén már júniusban is volt egy visszamenőleges kiegészítő emelés, akkor 0,6%-os mértékben, így eddig a nyugdíjak értéke idén összesen 3,6%-kal nőtt. Csak hogy az infláció nem követi az előrejelzéseket, hanem kezd nagyon csúnya számokat fölvenni. A Központi Statisztikai Hivatal első 8 hónapra vonatkozó előrejelzés az 4,3%-ot vetített előre. A nyugdíjtörvény szerint ezzel kellett volna pótolni most novemberben a nyugdíjakat, tehát a 4,3% és a 3,6% különbségével, de a kormány úgy döntött, hogy egy magasabb értéket vesz figyelembe, tehát nem 4,3%-os, hanem idei egész évre 4,8%-os inflációt állapítottak meg, és ehhez képest kell most emelni novemberben visszamenőleg 1,2%-kal az összes nyugdíjat.
Tehát most a nyugdíjasok novemberben a rendes novemberi nyugellátásuk mellett kapják egyrészt az említett egységes 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, és emellett kapják még, ez esetben már a saját nyugdíjuk összegétől függő, annak 1,2%-át kitevő korrekciós emelést, aminek ami természetesen semmi nem egyszerű a magyar nyugdíjrendszer, úgyhogy ez is egy úgy valósul meg, hogy az elmúlt 10 hónapra, tehát január-október hónapokra nyilván ki kell fizetni visszamenőleg ezt a nyugdíj emelést, vagyis ezt egy összegben megkapják, tehát a 10 hóra járó 1,2%-os emelés az megérkezik novemberbe. Még egy pici kis mézcseppecske is van ezen a juttatáson, mert a idén februárban már kaptak egy heti plusz nyugdíjat az érintettek, ez a 13. havi nyugdíj visszaépítésének az első lépése volt, és ez a plusz egy hét is beszámít ebbe a visszamenőleges nyugdíjemelésbe, tehát így gyakorlatilag 10 hónap meg egy heti nyugdíjuk után kapják meg egy összegben az emelést, és természetesen a novemberi nyugdíj már ezzel az 1,2%-kal emelt összegben érkezik, ezért említettem, hogy a 150 ezer forintos átlag nyugdíjra vetítve, ez azt jelenti, hogy a novemberi átlag nyugdíj már 151.800 forint lesz. Beszélgetésünk elején ugye több ízben említettük a nyugdíjkorhatárt és annak egy pici emelkedését, viszont 2022 nem csak korhatár tekintetében hoz új aktualitásokat is. Kérem, osszuk meg ezt nézőinkkel, hogy mik várhatóak. Hát 2022-ben ugye egyrészt az említett 65 éves nyugdíjkorhatár belép, de ezt már 10 éve tudjuk, tehát ez senkinek nem lesz meglepetés. Mindenki, aki 1957-ben és azt követően született, tudja, hogy nála már 65 éve nyugdíjkorhatár. Kezdeném azzal, ami nem változik, és amire rengeteg hölgy várt, hogy a nők kedvezményes nyugdíja jövőre is ugyanúgy igénybe vehető, ugyanolyan feltételekkel, mint idén. Ugye mindig a hölgyek körében van egy szorongás, hogy szigorodhatnak ezek a jogosító idő feltételek, hiszen amikor a nők kedvezményes nyugdíja 2011. január 1-től igényelhetővé vált, akkor a nyugdíjkorhatár 62 év volt, és ehhez határozták meg a 40 évi jogosító időkövetelmény, most meg már 65 év, tehát három évvel magasabb a nyugdíjkorhatár, de a jogosító idő ugyanúgy maradt 40 év, és egyelőre jövőre is ez lesz, tehát ez a hölgyeknek örömhír, akik a nők kedvezményes nyugdíjat szeretnék igényelni. Ami nagyon nagy változás lesz, az februárban esedékes, 2022. februárjában, hiszen a 13. havi nyugdíj minden jel szerint nem úgy fog érkezni, mint ahogy eddig elrendelte a törvény, tehát hogy fél havi nyugdíjat kapnak meg februárban pluszban az érintettek, hanem a kormányzat egyre többször utal arra, hogy keresik a lehetőséget, és szerintem meg is találják majd, hogy egy teljes havi nyugdíjat ki tudjanak pluszban fizetni, vagyis a 13. havi nyugdíj már jövőre teljesen beépülne a nyugdíjrendszerbe. Ez azt jelenti, hogy ez egy hatalmas plusz bevételi forrás a nyugdíjasoknak, mert ez annyi, mintha egész évre vonatkozóan 8%-kal növelnék a nyugdíjuk értékét. Annyival egyenértékű egy havi plusz nyugdíj. Ez, ha minden igaz, akkor jövő februárban érkezhet, és nagyon sokan kérdezik tőle, hogy milyen összegre lesz vetítve a jövő évi 13. havi nyugdíj, az mindig a januári nyugdíj összegére van vetítve, és ez meg azért jó hír, mert januárban jön egy újabb a rendszeres nyugdíjemelés, amit érintettünk már korábban. Egyelőre a jövő évi 2022-es költségvetési törvény szintén 3%-ot tartalmaz a jövő évi inflációra, de nem lennék meglepődve, hogyha addig módosítanák ezt a számot, hiszen most az infláció már 5%-ot meghalad, és úgy néz ki, hogy a visszagörbülése ennek az inflációs görbének csak nagyon lassan, nagyon hosszú távon várható, így nagyon valószínű, hogy a nyugdíjasoknak még az is örömhír lehet, hogy valamikor decemberben majd módosítják a jövő évi költségvetési törvényt, és beletesznek egy 3%-nál magasabb inflációs mértéket, így jövő januárban magasabb mértékben emelhetik meg a nyugdíjukat, és ezt az emelt mértékű nyugdíjat fogják pluszban, mint 13. havi nyugdíj megkapni februárban, hogyha minden sikerül. Kérem, beszélgetésünk zárásaként foglaljuk össze néhány pontban azt, hogy akkor nagyjából hány embert érint a nyugdíj, és hogy melyek a következő dátumok, amire oda kell figyelni. Most jelen pillanatban öregségi nyugdíjban 2 millió 50 ezer ember részesül nagyjából. Ez a szám ez nem nagyon változik, mert ahány új nyugdíjas jön, nagyjából annyian sajnos el is hunynak az idős nyugdíjasok köréből. A nőkedvezményes nyugdíjában folyamatosan olyan 130-140 ezer hölgy részesül. Ez beleszámítódik ebbe a 2 milliós létszámba, mert a nőkedvezményes nyugdíja is teljes öregségi nyugdíja jogi minősítése szerint. Ezen kívül
hozzátartozói nyugellátásban is körülbelül 500 000 ember részesül összesen, hát ők beleolvadnak részben, ők öregségi nyugdíjasok is, és amellett kapják mondjuk az özvegyi nyugdíjat. Emellett van körülbelül 500 000 olyan ellátott, akit említettem, akikre vonatkoznak a nyugdíjprémium, vagy a 13. havi nyugdíj, vagy a nyugdíjemelési rendelkezések. Ez nagyon szerte ágaz, ahogy említettem, a árvaellátástól a rokkantsági járadékig, a vakok személyi járadékától a fogyatékossági támogatásig 200 000 ellátásban részesülő ilyen ember. Jövőre a létszámok nagy mértékben nem fognak változni, ezek ugye lassú folyamatok. A demográfia határozza meg azt, hogy hányan mennek egy évben nyugdíjba. Most rendszeresen azt láthatjuk, hogy a 80-90 ezer az éves nyugdíjigénylés összesített száma. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést, illetve azt is, hogy ilyen sok hasznos tudnivalót megosztott nézőinkkel. Nagyon szívesen. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!